Örömmel üdvözlöm Önöket, akik érdeklődnek az emberi erőforrás szak iránt. Csenyé dr. Papimola vagyok, ennek a képzésnek a szakfelelős oktatója. A szak pontos neve, amit most bemutatok Önöknek, az Emberi Erőforrások BSC, ez egy alapszak. Ezen a szakon olyan közgazdászokat képezünk, akiknek az lesz a feladata, hogy a cégek és az állami szféra emberi erőforrással kapcsolatos feladatait ellássák, szervezzék, irányítsák. A köznyelv alapján HR-eseket képezünk. A majdan megszerezhető oklevélben szereplő szakképzettségnek a megnevezése pedig közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon. Nézzünk meg néhány részletet ezzel a szakkal kapcsolatban, hol is van, mi ez, kik lesznek azok, akik ezt elvégzik, és mit tanulnak. Hol van? Hát ugye Önök az Eötvös Loránd Tudományegyetem pedagógiai és pszichológiai karán vannak, és ennek a szaknak ez a kar a gazdája. A négy kar alapította, egymással együttműködve, a mi karunkon kívül a társadalomtudományi kar, a gazdaságtudományi kar és a természettudományi kar vett részt benne. Mi is ez a szak? Mint ahogy már említettem, az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon. Tekintsük át egy kicsit, hogy mit fednek pontosan ezek a kifejezések, közgazdaságtan, közgazdász emberi erőforrások. Kezdjük rögtön a közgazdaságtannal. A közgazdaságtan az egy társadalomtudomány, mely a javak megtermelésével, elosztásával, értékesítésével, amit köznyelvben cserélésnek hívunk, és fogyasztásával foglalkozik. A közgazdaságtannak a tárgya, mint ahogy ott látják lentebb is, a javak, az egy többes számú főnév, amit egyes számban úgy használunk, hogy jószág. A közgazdaságtan ugyanakkor a döntések tudománya is, mert azt vizsgálja, hogy hogyan hozza meg a döntéseit egy háztartás vagy egy ország. A közgazdaságtan egy történetmesélés, amelyik azt elemzi, hogy hogyan tört ki például egy válság, és ennek alapján tanulható meg az eseményeknek a logikája. A közgazdaságtanról azt kell tudniuk, hogy a két legfontosabb ága, van még más is, de ezek a legfontosabbak, a mikroökonómia és a makroökonómia. A mikroökonómia az a kicsit vizsgálja, hogyan működik például egy kicsi gazdasági egység, legyen az egy vállalat vagy egy háztartás. Makroökonómia pedig a nagy részét vizsgálja a szervezeteknek, azt, hogy hogyan működik a magyar, vagy a magyar gazdaság egésze, vagy a világgazdaságnak az egésze. Nézzük meg, kik lesznek azok, akik ezt a szakot elvégzik. Tehát, mint ahogy mondtam, közgazdászok lesznek azok, akik ezt a szakot elvégzik, és a közgazdász azzal foglalkozik, hogy mit, mennyit és hogyan kell termelni, és mindezeket miként kell elosztani a társadalom egyes csoportjai között. Az embert az erőforrásnak tekintjük, és ezen erőforrással való hatékony gazdálkodás a cég vagy a vállalat számára értéket jelent. Az emberi erőforrás tehát egy gazdaságilag értelmezhető tényező. Annak a közgazdásznak, aki eljön hozzánk és ezt a szakot elvégzi, tehát aki emberi erőforrások szakon végez, az lesz a feladata, hogy a vállalaton belül a legnehezebben kezelhető erőforrással a munkavállalóval gazdálkodjon. Azaz a szervezet emberi erőforrásait minél jobban hasznosítsa a vállalati célok elérése érdekében. Mint ahogy látják ezen az ábrán, a jövőbeli HR-esnek tehát az a küldetése, hogy a különböző munkavállalókat a pázlónak az alapján úgy illesse egymáshoz, hogy az a vállalat számára minél nagyobb profitot termeljen.
Ez egy nagyon szép és izgalmas feladat, mely egy speciális területe a közgazdász szakmának, mert az üzleti életen túl az emberneveléshez és az emberkezeléshez is affinitással kell rendelkezni. Nézzük meg, mit tanulnak azok, akik nálunk hallgatók. Az oktatás elméleti és gyakorlati részből áll, az elméleti részben pedig a tantárgyakat két nagy csoportra osztjuk, általános és szakspecifikus tárgyakra. Az általános tárgyakba az üzleti szakoknak azok a tárgyai tartoznak, amelyek a közgazdászképzést bárhol az országban megalapozzák, és ezek olyan tématerületek, amelyeken minden közgazdásznak tisztában kell lennie. Szaknyelven a felsőoktatásban ezeket alapozó ismereteknek nevezzük, és hogyha itt végigfuttatják a szemüket a listán, nálunk ezekkel az alapozó ismeretekkel találkozhatnak. A tárgyak másik csoportja pedig ahhoz a feladatkörhöz kapcsolódik, amely a szakon kiképzendő közgazdásznak a munkaköre lesz, tehát amit csak emberi erőforrás szakon hallgatnak a leendő hallgatóink. Ezeket a tárgyakat szakmai törzstárgyaknak nevezzük szaknyelven, és itt megnézhetik, hogy melyek azok a szakmai törzstárgyak, amelyekkel nálunk találkoznak a hallgatók. Tovább mélyítve a szakmai ismeretüket, vannak úgynevezett differenciált szakmai tárgyak is, amivel két szakirányon találkozhatnak nálunk a hallgatók, lehetőségük van e két specializáció vagy szakirány közül választani. Az egyik a munkahelyi fejlesztés és megtartás specializáció, a másik pedig a diverzitás menedzsment specializáció, melyen belül további négy tantárgyal mélyíthetik az ismereteiket. Az elméleti részen belül három irányt képviselünk. Egyrészt vannak makrogazdasági tárgyak, amelyek által megismerhető a vállalati környezet és a munkaerőpiac. Aztán vannak makrogazdasági tárgyak, amelyek a vállalat működését mutatják be. Végül pedig vannak olyan tárgyaink, amelyek az emberek kezelésére nyújtanak segítséget, ezek a különböző tréningek. Az elméleti rész mellett nagy hangsúlyt fektetünk a gyakorlati oktatásra is, egyfelől úgy, hogy a vállalati szférából hívunk meg vendégelőadókat, másfelől pedig az utolsó fél évben a hallgatók szakmai gyakorlaton vesznek részt a különböző cégeknél. A szakmai gyakorlatot, mint említettem, az egy nagyon fontos része a képzésünknek. Ezen kívül vannak még szabadon választható tárgyak, amelyet a karon belül választhatnak, és a képzés egy szakdolgozat írással fejeződik be, amelyet a záróvizsgán prezentálnak, levizsgáznak a megadott tételekből, és akkor meg is kapják, itt én már meg is előlegeztem önöknek a várva várt oklevelet. Diplomaosztón. Hát az ideális jelentkező, aki hozzánk jön, az szereti az embereket, szeret tervezni és számolni, szereti a pénzt, és szeret tanulni. Tehát olyan érdeklődőket várunk, akik talpra esettek, kreatívak, jó kommunikációs képességgel rendelkeznek, érdeklődnek a gazdasági folyamatok iránt. Ugyanakkor az is szükséges, hogy a jelentkező kellő önismerettel és emberismerettel rendelkezzen, elhivatottságot érezzen, és legyen képes tűrni és kezelni a konfliktusos helyzeteket. Az az üzenetünk önök számára, hogy várunk mindenkit, aki a közgazdaságtan emberi oldalával szeretne foglalkozni. Összefoglalva tehát, amiről eddig beszéltem, a szakunknak a neve emberi erőforrások, az oklevélben szereplő szakképzettség közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon, két szakirány közül választhatnak a munkahelyi fejlesztés és megtartás, valamint a diverzitás menedzsment. Képzési formánk csak nappali, és a képzési időnk 7 fél év.
és akkor szeretettel várjuk Önöket szeptemberben, és reméljük, hogy minél többükkel találkozni fogunk. Köszönöm szépen a figyelmüket!